Megkezdte munkát az új szezonban az U21-es labdarúgó válogatott is. Az alaposan kicserélődött és megfiatalított kerettel már a jövő csapatát építi a Gera Zoltán vezette szakmai stáb. Bár a felkészülést a fővárosban, majd Sárváron folytatta a korosztályos együttes, csütörtöktől már a Vasi megyeszékhelyén edzettek a játékosok. A felkészülés során Bulgáriával, majd kedden Litvániával méri össze tudását U21-es csapatunk. A keretbe ezúttal nem kapott meghívót haladás játékos, ugyanakkor négy olyan futballista is pályára léphet a két találkozón, akik ezer szállal kötődnek a Vasi megyeszékhelyhez. A négy egykori szombathelyi labdarúgó közül az osztrák Sturm Graz játékosa is bizakodó a válogatott szereplését illetően. Remélem először is, hogy nagyon sokan lesznek, és az pedig a másik, hogy remélem, hogy pályára is fog tudni lépni, de nagyon jó érzés egyébként itt lenni megint. A Gera Zoltán vezette korosztályos válogatott tagjaként Hegyi Krisztián, Senkó Zsombor, Kállai Kevin és Tóth Milán kaphat lehetőséget a két barátságos mérkőzésen. A szövetségi kapitány már a közelgő selejtezőkre való hangolódás jegyében fiatalította a keretet. Új korosztállyal kezdjük az új megmérettetést. Ugye az elején nagyon fontos, hogy lefektessük az alapszabályokat, az elveket, mik alapján szeretnénk játszani, ugye viselkedési elveket a csapaton belül, ugye ezeket sikerült kialakítani, és hát azon van a fő hangsúly, hogy a játékosok elsajátítsák azokat a mozgásokat, amiket várunk tőlük, mind védekezésbe, támadásba és az átmenetekbe. Nagyon jól dolgoznak a srácok, mindenki csinálja a dolgát, elégedettek vagyunk velük. A Bulgária elleni felkészülési meccset követően kedden újabb találkozó vár a magyarokra. Kispesten Litvánia U21-es válogatottjával néznek farkas szemet.